Este 7-kor Tatabányán értelmiségi ankétot rendeztek, amelyen dr. Németi László tatai közjegyző és tizenvalahány társa is részt vett. Mivel a meghívott előadó Darvas József miniszter nem jött el, a résztvevők este 8-kor közösen meghallgatták a rádióból Gerő Ernő beszédét, amelyben az ifjúság tüntetését nacionalistának minősítette, a pártszervezeteket pedig felszólította a nacionalista kútmérgezés és provokáció elleni fellépésre. A bíróság küldötteként vett részt a Nemzeti Tanács megalakításában dr. Németi László állami közjegyző, majd annak elnökségét is elvállalta. A forradalom bukása után nem csak megbízatása szűnt meg, 5 év börtönbüntetésre ítélték, szakmáját 15 esztendeig nem gyakorolhatta. Emléktáblájánál a református gimnáziumnál minden esztendőben családtagjai is leróják tiszteletüket. Ha 56-ra gondolok, akkor ennek van két dimenziója. Az egyik a történelmi dimenzió, a másik meg a mi családunknak a dimenziója, és azért hozom el az unokáimat is, hogy valami fogalmuk legyen arról, és mindig meséljük azt, hogy milyen volt 1956. Én akkor 5 éves voltam, tehát gyerekfejjel, amilyen emlékem nekem van, és aztán amiket a szüleimtől hallottam, az tevődik bennem így össze. Mi nem tudtuk, hogy miről van szó. Hallgatták a rádiót a szüleim, mondták, pszt, most a Kádár beszél, pszt, Nagy Imre beszél, pszt, Mincenti beszél. És itt kint a téren pedig jöttek a tankok, mi azt csodáltuk, nem láttunk olyat, és azt is, hogy tud pörögni a tank, és hogy fordul meg, amikor csak az egyik oldalán megy a lánctalp. És ami utána következett, hogy jövök haza az óvodából, és nagyanyám közli, hogy apádat elvitték. Azt azért még meg kell jegyeznem, hogy az emberek hogyan viszonyultak hozzánk. Voltak nagyon tisztességesek, így Kálovics család, Répási doktor úrék. Itt a szomszédban laktak a Vámosiék, akik tartották tüntetőleg a kapcsolatot velünk, de voltak olyanok, akik átmentek az utca másik oldalára, amikor anyámat látták, nehogy véletlenül köszönni kelljen, és akkor valaki figyeli, és akkor neki abból baja származik. Érdekes világ volt. A felvonulás résztvevői a Kossuth térről dr. Mészáros Gábor emléktáblájához vonultak, aki szintén meghatározó alakja volt a helyi eseményeknek 1956-ban. A Nemzeti Tanács agilis tagjaként mind a tatabányai forradalmi szervek, mind a győri dunántúli Nemzeti Tanács munkájában részt vett, sokszor felhasználva szónoki és érvelő képességét. E tevékenységért 1957. május 29-én letartóztatták, majd 10 évre ítélték. Szegedről szabadult 6 év letöltése után az 1963-as amnestiának köszönhetően.